A májusi bérletek vásárlásakor több újdonsággal is találkozhat majd az utazóközönség. Ekkor jelenik meg az új bérlet típus, azaz a Vármegye bérlet. Ez anyagi megtakarítást jelent azoknak, akik rendszeresen Balatonfüred és Veszprém között ingáznak autóbusszal, de például azoknak is, akik Zánkáról vonattal járnak be dolgozni Balatonfüredre. Jelenleg 17.800 forintba kerül a Balatonfüred Veszprém közötti 21 kilométeres teljes áruhavi bérlet. Májustól ennél jóval kevesebbet kell fizetni a pénztárban, amennyiben az új Vár -megye bérletet választja az utas, ugyanis ez egységesen 9.450 forintba kerül majd. Jobban jár tehát a dolgozó, de a munkáltatók is, akik kötelezően 86%-os úti hozzájárulást fizetnek alkalmazottaiknak, Májustól erre nekik is jóval szerényebb összeget kell költeniük. A vármegyebérlet mellett havi országbérlet is vásárolható majd május 1 -től. Ez minden megyére érvényes lesz, és 18.900 forintba kerül majd. Ez azt jelenti, hogy munkáltatói térítéssel a vármegyebérlet esetében mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatók járataival. A diákok a vármegyebérletet 90%-os kedvezménnyel, azaz 945 forintért válthatják ki. A teljes vármegyében kilométertől függetlenül tehát korlátlan utazása jogosító új típus bevezetése jelentős bevételkiesést okoz majd a szolgáltatóknál, de a kormányzat ígérete szerint ezt a hiányt a központi költségvetésből megtérítik a közlekedési társaságok felé. Erre ebben az évben 14 milliárd forintot száll a kabinet. Az új, 30 napos érvényességű vármegyebérlet a MÁV Start, a Volánbusz, a MÁV Hév és a Gyesev járatain egyaránt használható lesz, ám fontos, hogy a hazai városok helyi járatain nem. Ennek az az oka, hogy a helyközi közlekedés működtetése és finanszírozása állami feladat, a helyi járat pedig önkormányzati hatáskör. A Vármegye bérlet és az Ország bérlet nem vehető igénybe továbbá helyi egy köteles vonatokon, ám az autóbuszos közlekedésben nincs semmilyen korlátozás. Még a kiegészítő jegyes járatokon is elfogadják majd az új bérlet típusokat.